A hazai oldalon több fiatal játékos is lehetőséget kapott a Mezőkövesd elleni bajnokin, melyet Molnár Tibor, Kocsis Gábor és Mihály Dávid is csak a kispadon kezdett. A vendégeknél egy nagy hiányzót jegyezhettünk fel, a sérült Bajzát Péter kihagyta a csákvári bajnokit. A találkozót a hazaiak kezdték aktívabban a 6. percben, a Makrai oldalremek beadása után sarokkal terelte kapura a labdát, a Dombó azonban védett. A duó párharcát egy perc múlva újra a kapus nyerte, aki a 8. percben Bartos lövését is hárította. A folytatásban a vendégek pillanatai jöttek, előbb Rácz távoli bombáját ütötte szögletre Gróf, majd Máté szabadrúgása szállt el a keresztléc fölött. A 19. percben egy röviden kifejett labda után Molnár remekül tálalt Rácz elé, aki nem hibázott, a tehetetlen Gróf mellett a hálóba vágta a Mezőkövesd vezető találatát. A 22. percben Bakos remek kapáslövésénél járt közel az egyenlítéshez az Akvitál, ám Dombó nagyot védett, majd a 30. minutumban Makrai megpattanó lövése okozott veszélyt. A kimaradt hazai helyzeteket aztán a 40. percben góllal büntették a vendégek. Heffler. Heffler adja be jól, új, mit védett elsőre Gróf, a kipattanót viszont bevágja a rövidnél Máté, 0-2. A 44. percben újabb hazai lehetőség maradt ki, Bakos élesen kapu elé lőtt labdája Makrairól pattant Centikkel mellé. Egy perccel később büntetőhöz jutottak a vendégek, Vasicsku buktatta Hefflert, a jogosan megítélt 11-est Máté értékesítette magabiztosan. Térfélcsere után gyorsan jött a hazaiak szépítő találata. Na nézzük, Szalai a labda mögött, Szalai, de jó, mekkora gólt! 47. perc, gyorsan szépít a hazai csapat, ezt nagyon eltalált a Szalai, 3-1. Egy perccel később a másik kapunál Máté járt közel a triplázáshoz, fejese után azonban a kapufa és Dulló közösen menteni tudott. A másik oldalon Kocsis fejese került el a kaput, majd Devecseri bólintása sem bizonyult pontosnak. Az Akvitál rendületlenül rohamozott az egyenlítés érdekében, a hazaiak egyik legnagyobb helyzete a 76. percben maradt ki, amikor Molnár Tibor közeli lövése az oldalhálóban landolt. 10 perccel később már Dombónak is védenie kellett, Bartos csavarását ütötte fölé a Mezőkövesdi hálóőr. A hajrában még Takács is zicserbe került, de Gróf a helyén volt, így az eredmény már nem változott. A Mezőkövesd 3-1-re nyerni tudott Csákváron. Úgy láttam, a hazai csapat azért sokat tett a támadások építéséért, szervezéséért. Sok tehetséges fiatal játékos ugye alkotja a Csákvár csapatát. Sok játékosra korábban együtt is dolgozhattam a Puskás Akadémián. Talán ez a tapasztalat, ami javunkra billentett a mérleg nyelvét, hiszen még belugdostuk a helyzeteket, addig ellenfelünk sok helyzetet elpuskázott, de úgy álltam, vagy úgy éreztem, hogy a szurkolók egy nagyon élvezetes meccset láthattak a mai napon, hiszen mind a két csapat igazából támadásokat forszírozta, és tényleg sok helyzet volt, sok gól volt. Ha valljuk őszintén, a legfontosabb a futballtörvénye az, hogy a helyzeteket be kell rúgni, ezt ma és sajnos 0-0-nál nem sikerült értékesítenünk, 2%-os helyzetünk is volt. Míg az ellenfél, ugye azt gondolom, hogy nagyon komolyan kihasználta a helyzeteit, és 3-0-ás előre tett szert az első fél időben. A másodikban azt kell, hogy mondjam, hogy fölén értünk az ellenfélnek, és időközönként olyan produkciót tudtunk nyújtani, hogy benne volt az, hogy esetleg szorosabbá tudjuk tenni a meccset. Sajnos nem jött össze, a helyzetek kimaradtak itt is, egyet tudtunk csak értékesíteni. Ezt sajnálom. Nagyon küzdöttek a srácok a második fél időben, de azt gondolom, hogy ilyen hibák, elemhibák nem férnek bele ezen a szinten sem, amilyen gólokat kaptunk a mai mérkőzésen.